el nem hiszik, hogy mind kapunk össze Tamás Gáspár Miklós filozófussal, aki már itt ül azon, hogy a sport az egy unalmas dolog. Nem. De ne kapjunk össze ezen. Annál sokkal rosszabb. Na, igen. Az olimpiáról kezdtünk el beszélgetni zárójelben, és ennek kapcsán merült fel, Tamás Gáspár Miklós nem az olimpia rajongója, ezt talán nyugodtan kijelenthetem. Hát mindenki tudja, hogy a szervezett bűnözésnek egy kiváló formája, de nem ezért hívtak meg ebben a műsorban. Igen, mondani ma lehetetlen, legalább maradjatok otthon. Ez volt az a jegyzet, ami okán hívtuk. Ugye ez a népszavazás a kormány által a migrációnak nevezett ügyben kiírt október 2-ai népszavazás igen. kapcsán megjelent jegyzete, amelyben azt fogalmazza igazából meg, ezt most nagyon leegyszerűsítem, mert felolvasni nincs idő, hogy nincsenek jó válaszok, és miután a társadalom eddig sem tudott jó választ adni, legalább azt tegye meg, hogy nem megy el, és nem adja valamihez önmagát. Igen, vannak jó válaszok, de ezek nem állnak rendelkezésre társadalmi értelemben. Sok mindenkinek igaza van ezekben a vitákban, és mégis azt javaslom, hogy ezt fejezzük be, tekintettel arra, hogy a közvélemény jelentős többsége részint megmérgezettségből és félrevezetettségből, részint nem helyeselhető elfogultságból fölnagyítja a bevándorlás, a menekült áradat 15 ember naponta, és azt se engedik be ez a menekült áradat Magyarországon, tehát semmiféle menekültek nem jönnek, de ezzel kapcsolatos veszedelmek és problémák fölnagyítottsága következtében a közvélemény elutasít mindenféle többséggel, elutasít mindenféle befogadó álláspontot, úgyhogy azoknak, akik ellenállnak még a kormányzat által gerjesztett rasszizmusnak, azok legalább annyit megtehetnek, akkor is, hogyha vannak kételjeik, és gondolják azt, hogy a kormányzatnak is van valami igaz a részben bizonyos problémákban, persze, miért ne lenne, azok legalább maradjanak otthon. Legalább ne asszisztáljanak emberek gyalázatos pusztulásához. Ennyi az egész. Tehát ennyit talán még lehet kérni a honfitársainktól, hogy legalább ne kövessenek el gonosz tetteket. Mert hogy elmenni és nemmel szavazni, az gonosz tett természetesen. És azt talán mégse kéne csinálni. Szóval azoknak sem, akik egyébként azt gondolják, hogy a bevándorlást korlátozni kell, korlátozva van egyébként, de értem, hogy föl van dúlva a kormányzati propaganda és egyéb pánikfaktorok miatt. Joggal félnek az emberek a terrorizmustól, csak hát, hogy elfelejtik, hogy ezek a menekültek pontosan az iszlám terrorizmus elől menekülnek. Mindezeket ezerszer megbeszéltük, ezerszer elmondtuk, ez a helyzet ez most beállt, a kormányzat ebben és a szélső jobboldal, tehát mind a kormányzat, mind az ellenzéki szélső jobboldal ebben sikerre van ítélve, legalább akik nem kívánnak a legrosszabbba belemenni, hát azok legalább ne menjenek sehova, maradjanak otthon. Két dolog arról, amit mondott kérdésként. Az egyik, itt a végén hangzott el, akkor ezzel kezdem, a sikerre ítélt kormányzat és a szélső jobb ellenzéke. Biztos, hogy sikerre van ítélve? Mit tekinthetünk ebben sikernek? Az ügyben. Mit tekinthetünk ebben sikernek? Hát ha sokan több, mennek el, ha több a nem. Ezek mellékkérdések. Mindenképpen siker. Hogyha elmegy elég ember, hogy az érvényes legyen, akkor pláne, és ha nem, akkor is nagy többség természetesen nemmel fog szavazni, akárhányan mennek el, és hát oly mértékben tartja a közvéleményt a kezében, részben manipulációval, részben meggyőzéssel és propagandával a kormányzat, meg egyáltalán a jobb oldal, hogy mindenképpen az eredmény az ő javukra fog mire kiütni. Mire tudja használni? Hát a hatalmának a megerősítésre természetesen. Hát ide úgy se telepített be senki senkit. Hát ez az egész természetesen hazugság, hiszen próbálna az Európai Unió, a magyar kormányzat és a magyar országgyűlés ellenére most betelepíteni ide akár. Miért sikerült? Hát hogy egy nem. Nagy idézetet sikerült? Igen. Hol vannak a menekültek? Nincsenek menekültek Magyarországon. Vannak azok az emberek, akiket az offshore cégeiken keresztül betelepítenek. Hát én a belső kerületek egyikében lakom, és eltelnek napok, hogy nem hallok egy magyar szót, azok a magyar kormány által legálisan beengedett kínaiak, dél-koreaiak, japánok, malájok, tajföldiek, arabok, indiaiak, amerikaiak, angolok, hollandok, németek, franciák,
Úgyhogy Budapest legalább egy annyira kozmopolita város, mint Amsterdam, miközben itt pánikolnak, hogy jönnek a menekültek. Miért? Az egész dolog úgy, ahogy van, színtiszta idiotizmus. De rendben van, késő. Október 2-ig nem lehet megmagyarázni a Bakonybélben élő lakosságnak, hogy Budapesten és a nagyvárosokban kevésbé, de Budapesten elsősorban úgyis 10 és 100 ezer számra vannak külföldiek. Azt, hogy még beengednének ide 1600 embert, ha kivenné azt észre, 1600 ember talán föltűnnék, talán Szerencsen, Szarvason. De már Debrecenben nem venni őket észre senki. Országosan meg nyilvánvalóan. Nem országosan, egy nagyobb városkában. De ugye közben meg a kormány gazdasági minisztere, Varga Mihály arról beszél, hogy be kell ide telepíteni de több százezer embert. Igen, az nem probléma. Mert hogy nincs 1600 ember. Probléma, negyedmillió ember nem probléma. De ez miért nem ér össze az emberek fejében? Miért nem? Miért nem? Azért, mert meg vannak tévesztve, hogyha kitetszik nyitni a ma reggeli magyar hírlapot, akkor egy párhuzamos univerzummal tetszik találkozni, amivel arról van szó, hogy a muzulmán, nem tudom kicsoda, elhatározta, hogy iszlamizálni fogja Európát, és itt most özönlenek az emberek, elfoglalják Európát, és itt a félhold uralma, és nem tudom micsoda. Na most, kétségkívül sok ember szeretne eljutni Európába, de hát lenézik Orbán Viktort? Miért kell lenézni Orbán Viktort? Mi az a kerítés a határon? Nagyon hatékony. Nagyon hatékony. Ide senki nem jön be, akit ezek nem akarnak. Kiket nem akarnak? A szegény, szerencsétlen, nyomorult embereket. Gazdag ember jöhet, szegény ember nem jöhet. Összesen ennyiről van. De házon belül sem akarjuk a szegényeket. Hát hiszen a szociális ellátórendszer átalakítása nagyjából... De akarunk szegényeket. Jönnek mexikói varrónők és mongol szakmunkások, akik hajlandók a legvacakabb éhbérért munkát elfogadni, azok bejöhetnek. Még csak ez sem igaz. Na de hát őket nem kell a szociális rendszerrel ellátni, kapnak egy nyomorúságos fizetést, az nem igaz. Vannak törvények az országban, ők is kapnak szociális ezt meg azt. Hát hogyha nem tudnak munkát adni nekik, akkor nyilván de munkát, hát azért mondom. Direkt munkára hozzák, de szervezetten, ugye? A mexikói varrónőket és a mongol... A mexikói ügy az egy tanfolyam volt, csupán is... Ilyen emberek vannak, jönnek mindenféle munkások, ami rendben is van, tőlünk is mennek munkások, amióta a modern gazdaság létezik, ilyenfajta migrációk mindig voltak, ugye, hogy lett ilyen nagy lakosság az Egyesült Államoknak, ugye, bevándorlás révén, nincs ebben semmi újdonság, mindazonáltal Magyarországon majd morális pánik van, és teljesen érdektelen leszögezni azt, hogy a nem létező iszlám és migráns veszedelemtől retteg itt az egész lakosság, aminek nyoma sincs. Ez a helyzet. Nem a terrortól retteg a lakosság? Tehát nem attól retteg a lakosság, hogy azért össze a fejébe, hogy a migráció egyenlő a terrorizmussal? Bármit lehet hazudni. Ugye az iszlám állam terrorja elől menekül több millió ember a Közel-Keletről. Ezek próbálnak hozzánk jönni. Nyilván igen, jelentős részük. Hát jelentős részük, persze. Meg jelentős részük, hogy tudja az ember megkülönböztetni akár magában is a golyótól való félelmet, az éghaláltól való félelmet. Hát összefügg egyébként. Rendben van, nem engedünk be csak nagyon kevés embert ezek közül, vagy semennyit. Mitől félnek? Nincs mitől félni. És mégis félnek, én ezt tudomásul veszem. Ebben a jobb oldalnak óriási sikere van, sikerült teljes egészében megtévesztenie, majdnem teljes egészében megtévesztenie, fölbőszítenie és megbolondítania a közvéleményt. Ilyen helyzetekben mindig a bolondítóknak van sikerük. Ez így szokott lenni, ezt én tudomásul veszem, én csak azt mondom, hogy legalább azok a kevesek, akik ezt ellenzik, most ne egymással vitatkozzanak, meg ne szórják szét az energiáikat, és ne fecséreljék el az erejüket, hanem a minimumra, tehát arra, hogy ezt bojkottálni kell, hogy ilyen disznóságban nem szabad belemenni, még azoknak sem, akik ellenzik a bevándorlás kiterjesztését, azért ezt a hazugságot nem kéne támogatniuk, és azt hiszem, hogy október 2-a után, hogyha elég sokan otthon maradnak, és mégsem lesz egy hatalmas diadala a kormánynak, akkor újra lehet talán kezdeni
egy csomó mindenről. Elment az idő, nagyon. Mellár Tamás írta azt, igen, biztos találkozott vele, hogy ha nemnek ilyen súlya van, akkor az igennek is lehet ilyen súlya. Tessék elmenni és azt mondani, hogy igen. Én ezt nem akarok erről vitatkozni. Nem akarok erről vitatkozni. Egy szóba tekintem igaza van, és igaza volna egy teljesen más politikai helyzetben. Persze, én méltányolom az érveit. Csak ez lehetetlen. De kár erről beszélni. Nem arról van szó, hogy nem helyes, amit mond, de igen. Csak nem lehetséges. Köszönöm szépen. Híradó Tóth Gézával, és utána folytatjuk egyébként ezzel a témával.